A szokásosnál több dolga akad a tűzoltóknak ebben az időszakban a felelőtlenül gyújtott tarló tüzek miatt, hivatalosan csak is az engedély a tűzrendészeti szabályok betartásával szabad tarlót égetni. Minden tavasszal megszokott látvány a lángoló mező, a háta mögötti domboldalon is a napokban égették el a száraz növényzetet. A gazdák szerint ez a módszer hozzájárul a természet újraéledéséhez, de a balesetek elkerülése érdekében mindenképpen be kell tartani bizonyos szabályokat. A Maros megyei tűzoltókat idén már 20 ilyen típusú tűzesethez riasztották, de időben sikerült eloltani a lángokat. A hétvégén például hogy közelében 10 hektáron éget le a növényzet. A talóégetést nem tiltja a törvény, de be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Csak is napközben szabad égetni szélcsendben, az engedély birtokában. A száraz növényzetet össze kell gyűjteni kupacokba, hogy lehessen ellenőrizni az égést. A folyamatot kötelező felügyelni, majd a végén a tüzet el kell oltani nem csak betakarni földre. Továbbá a lángok nem fenyegethetik az épületeket, az erdőket, a villamos vagy távközlési hálózatot, a gázvezetékeket vagy más gyúlékony anyagokat. Emellett rendelkezni kell olyan eszközökkel, amelyekkel szükség esetén el lehet oltani a tüzet. Az egynapi érvényes engedélyeket a helyi polgármesteri hivatalokban bocsátják ki, szerepel rajta a tervezett égetés pontos helye és ideje. Az engedélye nem rendelkező tüzek okozóit 1000 és 2500 lejt közötti bírsággal sújthatják.